hangos, erős, gyorsan tölt. Nem biztos, hogy elsőre egy strapat gondol az ember ezen jelzők alapján, de bizony arról van szó. Befutott a Ulefone Armor 26 Ultra telefonja, szóval mi most gyorsan fussunk végig rajta. Mielőtt azonban belevágnánk, egy pár szó a csatorna szponzorától, a CD kioffertől. Ha elegetek van már abból, hogy a gépetek még mindig nincs aktiválva, csak látogassatok el a CD Kiofer weboldalára, ahol pár ezer forintos áron szerezhettek magatoknak Windows termékkulcsokat. Ha pedig fizetéskor az én kódomat, az ano 25 öt használjátok, akkor 25% kedvezményt kaphatok az alapból kedvező árból. Vegyétek meg, írjátok be, kattintsatok az aktiválásra, és éljétek a teljes aktivált Windowsos élményt. Amiben Windows 10 kulcsra lenne szükségetek, vagy Office csomagot kellene aktiválnatok, akkor is segítségre lesz az oldal. Szóval, ha termékkulcs kell, link a leírásban. Köszönöm szépen a CD kioffernek, hogy fizetik az e-havi és most tovább a kontentre. Volt már, hogy ránéztetek egy termékre, és az első gondolatotok az volt, hogy ez mégis miért létezik? Mert nekem baromi ilyes van ezzel a telefonnal kapcsolatban. Mármint az Armor 26 Ultra egy walkie-talkie telefon, aminek a tetejébe bele lehet csavarni gigászi antennát. Illetve ennek a telefonnak van egy másik verziója, amiben ez a Vokitoki funkcionalitás teljes mértékben hiányzik. Itt van ez a másik verzió. Ez, ez, ez mér egy dolog. Kiemelt tulajdonságai a 200 megapixeles mega quad kamerarendszer, a 15600 milliamperórás mega aksi, a 120 wattos mega töltés és a 121 decibeles thunder speaker hangszóró. Oké. Okay. A főkamera 200 megapixel, ami mellett van egy 50 megapixel széleslátó, egy 64 megapixeles látó és egy 3,2 szörös telefotó optika, aminek a felbontását sehol nem említik egyébként a weboldalon, de 8 megapixel. A képek nagyrészt jól néznek ki, szép színes, szagos fotókat készít majd a fő és nagylátószű kamerákkal is, és a HDR teljesítménnyel is meg elégedve. emelégedve. Enyhén túlszínezi a dolgokat, de a legtöbb ember ezt a megjelenést keresi úgyis a fotókba, szóval ez nem egy kimagasló probléma. Ami inkább gondot okoz, az a telefotó kamera. Valamilyen különös oknál fogva a megjelenített kép és az elkészült fotó elég nagy mértékben eltérnek egymástól, ezt láthatjátok a képernyő felvételén is, erre nulla, azaz nulla magyarázatom van, és csak reménykedek abba, hogy ez valahogy javítható lesz egyébként szoftveresen, mert őszintén ötletem nincs, hogy itt mégis mi történik. Illetve julefon, a weboldalakon arra akartok utalni, hogy ennek a telefonnak ugye a telefotó képessége az jobb, mint egy iPhone Pro modellnek, illetve egy Samsung S24 ultra a telefonnak, aminek van egy 50 megapixeles, ötszörös optikai zoomja. Szerintem, S -s -s... srácok, ne, videók terén a felvétel teljesen elfogadható lenne, ha lenne optikai stabilizátor a telefonban. Mivel nincs, a videók egyenesen nézhetetlenek lesznek 4K-ban, ha viszont full HD-re állítjuk a mobilt, elérhetővé válik az elektronikus stabilizátor ez szerintem ritka rosszul néz ki, de tény, hogy mérföldekkel jobb, mint hogyha nem lenne bekapcsolva, viszont továbbra is egy optikai stabilizátor mellett tenném le a voksam, mert az úgy nagyon hiányzik ezekből a telefonokból. A 15.600 órás akkumulátor igazából csak fele ekkora, 7.800 órás, de 7,74 voltos, amivel gyakorlatilag megegyezik egy 15.600 órás aksival. Érdekes, hogy ezt így el lehet játszani, de hey, ez nem az első alkalom. Ezzel azért kibír pár napot egy töltéssel, illetve ahogy említettük, támogatja a 120 wattos vezetékes töltést. És hogy miért emeltem ki egy vezetékes töltést? Nos, mert a telefon vezeték nélküli töltést is támogat, de nem úgy, mint ahogy azt gondolnátok. Az Armor 16S-hez hasonlóan ez is egy dokkon keresztül fog működni, a hátán lévő csatlakozási pontokon 33 wattot tud majd fölvenni, de nem ugyanaz a keresztül, mert az előző dokkoló, amit kaptam a 16S-hez, azon csak 4 csatlakozó van, és az 10 wattot tud leadni, ennek a hátán meg 6 csatlakozó van, és ez 33 wattot tud fölvenni, és a 33 wattos töltés egyébként kifejezetten lassú lenne ennek a telefonnak az akkumulátorához képest. Arról nem is beszél, hogy nem küldtek egy ilyen dokkot, hogy meg tudjam mutatni, szóval tök mindegy, ez annyira nem zavar, ami ennél kicsit jobban zavar, hogy a doknak a doboza az nem olyan sárga, mint az összes többi kiegészítő. Ez utóbbi egyébként kifejezetten zavar. Az utolsó kiemelt tulajdonságunk a mennydörgés hangszóró, ami kerek egy decibellel lesz halkabb, mint a már említett Armor 16-es barátunk, bár nyilván a kettő között nincsen különbség, mind a kettő böszme hangos, és mind a kettő igen gyatrán szól, ha szabad ezt így mondani. Mivel a múltkor nem volt hangtett, és majdnem megkövesztetek miatt, ezért ebben a videóban mind a kettő telefont hallani fogjátok, csak hogy halljátok, hogy videón keresztül nem jön át, hogy mennyire hangos, vagy hogy milyen hangjuk van, de tessék! Bár ez nem volt felsorolva, van még egy kiemelkedő tulajdonságunk, ami az egyébként nem kell messzire mennünk, mert benne van a névben. Ultra! ez azt jelenti egyébként a Julefonnál, hogy egy erősebb processzor van belerakva a telefonba, ebben az esetben egyébként a Dimensity 8020-as, amivel már a Armor 23 Ultra-val megismerkedhettünk, de attól függetlenül most itt látjátok a benchmark értékeit. Ez egy egészen jó fajta processzor, nyilván nem a legerősebb, amit valaha láttunk, de strap a telefonok terén ez egy kifejezetten erősnek mondható darab. Emellett 12 gig a ram és 512 gig a háttértárat kapunk benne, támogatja az 5G hálózatot, van benne NFC, infratávirányító, egy programozható oldalsó gomb, illetve nem felejthetjük az új olvasós bekapcsoló gombot, amit bal egy igazi rémálom használni, és itt van a SIM ami egy SD kártyát és kettő SIM képes befogadni, mindezt egy időben. Ó, kielző kijelző egy Full HD pluszos 120 Hz-es IPS panel, pont mint minden más tapatáv van az elmúlt pár évben. Ami még említésre méltó, az a Usemap csatlakozó, szeretjük látni. Itt tudta különböző kiegészítőket csatlakoztatni a telefonhoz, egyszerűen vásárolható még egy övtáska is mellé, mivel legyünk őszinték, ez már nem az a zsebben hurcolós méret. Ami egy kicsit szomorú, hogy még mindig nem Android 14 en érkezik a telefon, viszont ami baromi szomorú, hogy 760 dollárnál indul. Ez olyan nagyjából 300 ezer forintnak felel meg, és őszintén ennyi pénzért szerintem olyan túl sok mindent nem tud felmutatni ez a telefon. Arról nem is beszél, hogy a Vokitog is testvére, ami egyébként izgalmasabb lenne, 900 dollár. Tehát sajnálom, de az Armor 26 Ultra csak szimplán nem tudom ajánlani. Szóval ajánljunk más strapatelfonokat. Ha ebbe az árkategóriába akartok maradni, akkor ennél jobb teljesítményt, jobb üzemidőt és egy beépített projektort kaptok a 8849 Tank 3 Pro-jától. Hogyha lejjebb megyünk egy pár száz dollárral, akkor kapjátok az Armor 18T Ultrát, amiben hőkamera és mikroszkóp is található beépítve egy nagyjából 10.000 mah aksival és 66 wattos gyors töltéssel, szóval igazából nem vagyunk túlságosan lemaradva, ráadásul egy kicsit hord mérete van, mint ennek. Viszont, hogyha ha méret nem probléma, és nektek tényleg az akkumulátor méret az, amit talán az egyik legfontosabb, akkor egyébként a Julefon saját Armor 24-esére is érdemes ránézni, mert egy baromi megfizethető gigászi akkumulátoros telefonról beszélünk, egy egyébként igencsak erős beépített hátlapi reflektorral. Szóval itt vannak az ajánlásaim. A lényeg az, hogy a ma bemutatott Armor 26 Ultra nem kerül az ajánlott telefonok listájára. Sajnálom, Julefon, de ez a mobil ez egy, egy, egy ötletnek jó volt. Köszönöm szépen egyébként ettől függetlenül, nekik a telefont, és köszönöm szépen nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, a nyomjatok rá egy lájkot, és hogy szeretnétek megnézni egy másik videót tőlem, akkor az most itt van mellettem, kattintsatok, csók család, viszontlátás, mi ez a te mit 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 mit, mit?